bokrok között bujkálva gumikesztyűben szedik a szemetet a megyei kormányhivatal munkatársai. Két csoportra osztva több mint 100-an dolgoznak a nyíregyházi Simai út környékén. A lőteret határoló fásbokros terület ideális helyszíne az illegális hulladék elhelyezésének. Ezt igazolja a nagyzsákokban egyre csak gyűlő szemét. Van itt minden, a kommunális és lombhulladék mellett festékes vödör, vascső, tévé, porszívó, de még veszélyes hulladék is napvilágra kerül. A szemétgyűjtésre a héten zajló Teszed országos önkéntes akció keretében került sor. A legfontosabb, én azt gondolom, hogy a szemléletformálás, amit már a gyermekeknél el kell kezdeni, de hát felnőtt korban sem árt, azt tapasztaljuk. Legfontosabb a szemléletformálás. Tudomásul kell mindannyiunknak vennünk, hogy a szülőföldünket tesszük tönkre, és gyermekeinknek, unokáinknak az életkörülményeit tesszük rosszabbá, hogyha nem megfelelően bánunk a hulladékkal. A megyében is nagy probléma az illegális hulladéklerakás. A keddi akció helyszínét a Natura 2000-es területet előzetes bejárást követően választották ki. Egy olyan helyet kerestek, ahol nem csak természetvédelmi célokat szolgálnak, hanem hulladékgazdálkodási feladatokat is el tudnak látni. Az elmúlt hónapokban ugyanis ilyen feladatokkal bővült a kormányhivatalon belül működő környezetvédelmi hatóság tevékenységi köre. A cél az volt, hogy az illegális lerakásokat visszaszorítsák, és a tettenérést, illetve az elhelyezést azt keményen büntesse. Ezzel is visszaszorítva a hulladéklerakást, hiszen számos olyan lehetőség van, amikor legálisan, akár ingyen is megválhatunk a hulladékainktól. Ilyen hely a hulladékudvar. A most összeszedett mintegy 15-20 köbméternyi szemetet is ide szállították. Az illegális szemetelőknek egyébként van félnivalója a mindennapokban. Mi ugye közigazgatás keretében is kapunk bejelentéseket illegális hulladék elhelyezésekről, ez történhet személyesen vagy egy adott applikációs rendszeren keresztül. Első lépésben ugye egy helyszíni ellenőrzésre kerül sor, ami alapján ugye maga a területet tudjuk behatárolni, tehát ez egy elég pontos GPS koordináta segítségével, majd ezt követően jön ugye az a lépés, amikor meg tudjuk határozni, hogy az adott hulladékot kihelyezhette el. Viszont ehhez elég nyomós bizonyítékokra van szükségünk, amennyiben ugye ez nem áll rendelkezésünkre, így a hulladék elszállítása hatályos jogszabályi megfelelőségnek szerint fog történni. Ha viszont rájönnek, kihagyta ott jogtalanul a szemetét, a vétkes komoly bírságra számíthat.